Orvos Anetta Csilla egyfajta küldetésének érzi a másokon való segítést. Most a katasztrófavédelem ismerte el munkáját. Gyerekként korrepetált a társait, és felnőttként már egyfajta küldetésének érzi a másokon való segítést Orvos Anetta Csilla, a Magyar Vöröskereszt karcagi területi vezetője, akinek a katasztrófavédelem területén végzett munkáját dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató emléktárggyal ismerte el. Orvos Anetta Csilla nagyon örült a díjnak, egyáltalán nem számított rá. 2005-ben csatlakozott a Magyar Vöröskereszthez az akkori kenderesi vöröskeresztes titkár biztatására. Már évekkel ezelőtt csatlakoztam a Magyar Vöröskereszthez tagként és önkéntesként is. Ez 2005 körüli időszakra tehető, amikor is az akkori Magyar Vöröskereszt kenderesi alapszervezetének a titkára már utódot keresett magának. Úgy érzi, neki a segítés az élet célja, mintha erre született volna, ide a földre. Igazából ebben éli ki a mindennapjait. Azt gondolom, és én úgy érzem, hogy nekem ez az élet célom. Tehát, hogy mintha erre születtem volna ide a földre igazából. Tehát én ebben élem ki a mindennapjaimat, és számomra ez örömet szerez, hogy másokon segíthetek. Már iskolásként kedves volt társaihoz. Figyelt arra, hogy korrepetálja azt, aki le van maradva a tanulásban. Így felnőttként is egyértelmű volt, hogy önkéntes vöröskeresztes segítő lesz. Mindig kedves voltam másokhoz, tehát mindig kedvesen és barátságosan viszonyultam az embertársaimhoz, így nyilván a diáktársaimhoz is. És mindig figyeltem arra, hogy másnak olyan dolgokban, amiben mondjuk le van maradva, akkor mindig segítsek. Most irányítja az önkéntes munkát a véradás szervezéstől az adományozáson át a katasztrófavédelemmel való együttműködésig. 2 éve csatlakoztak a Tisza mentőcsoporthoz, ahol a képzésekben, gyakorlatokban vesznek részt. A véradás ugye az igen egy látványos dolog, de emellett ugye nagyon sok minden mással is foglalkozik a szervezet. Egyik ilyen irányvonal az nyilván a katasztrófavédelmi terület. Ide is ugye önkénteseket szerveztünk, akikkel aztán 2 évvel ezelőtt a Tisza mentőcsoportba is beléptünk. Folyamatosan figyelünk arra, hogy ezeknek az embereknek ugye megfelelő képzettsége legyen. Tehát folyamatosan részt veszünk a gyakorlatokon, támogatjuk ezeket az akciókat, és részvételünkkel ugye hozzájárulunk a sikeres lebonyolításhoz is. Fontos feladata az utánpótlás nevelés, és a katasztrófavédelem is számíthat rájuk képzésekben. Jó az együttműködés a két szervezet között. Példa erre a közös katasztrófavédelmi és az első segélynyújtó verseny, és a Karcagon rendezett országos katasztrófavédelmi verseny. Az első segélynyújtás ugye az is egy irányvonal a Magyar Vöröskeresztnél, ez is egy nagyon fontos dolog, és pontosan, tehát a Tisza mentőcsoportban is az első segélynyújtó komponenshez kapcsolódtunk be, és ugye a versenyeink, ifjúsági versenyeink azok folyamatosan minden évben megrendezésre kerülnek, hát most ugye a Covid miatt teljesen más formában, online keretek között, de ugyanúgy, tehát zajlanak majd a versenyek, úgyhogy ebben az évben is ugyanúgy jelentkezhetnek majd a fiatalok online formában ezekre a megmérettetésekre, és hát kis csoportos formában nyilván ugye, hogy a járványügyi szabályokat betartsuk, esetlegesen ugye lehet úgy is, hogy a gyakorlatot egy kicsit nálunk is lehet majd esetleg gyakorolni. Véradóként is példát mutat. Bár sokáig félt a tűtől, nehezen szánta rá magát az első véradásra, de sikerült legyőzni kezdeti félelmét, tavaly már 20-szoros véradó kitüntetett volt. Eleinte én is nagyon féltem egyébként a tűtől, és tényleg olyan nehezen szántam rá magam arra, hogy ebben is részt vegyek, és így is segíthessek az embereken. De hál' Istennek sikerült legyűrni ezt a kezdeti félelmet, és hát igen, már most 20-szoros kitüntetett véradó lettem a tavalyi évben. Kívánom ezt továbbra is folytatni, remélem, hogy az egészségállapotom még ezt sokáig majd lehetővé teszi.
önkénteseivel a véradásszervezés mellett a rászorulókért is sokat tesz. Legyen az élelmiszer vagy ruhaadományosztás, vagy szájmaszk varrása a védekezésben résztvevőknek. A katasztrófa védelem is nagyon komoly feladat, nagy figyelmet és összpontosítást követel tőlük.